kiugrik legmagasabbra, legmesszebbre? Ez alapvetően már az ókori olimpiák egyik legfontosabb kérdése volt, és jelentősége azóta sem csökkent. Ha az atlétikai ugrószámokat vesszük, egyértelműen ez a képesség dönt az aranyérem sorsáról, és akadnak más olyan sportágak is, amelyekben fontos szerepet játszik az, hogy ki mennyire képes elrugaszkodni a földtől. Van, aki világcsúccsal, más egy visszafogott országos rekorddal véste be nevét örökre az emlékezetünkbe, úgyhogy most megmutatunk nektek néhány felejthetetlen ugrást az olimpiák történetéből. Vince Carter, 2000 Sydney. Elsőként nézzük Vince Carter szó szerint emberfeletti zsákolását a Sydney játékokon 2000-ből. Az Egyesült Államok kosárlabda válogatottja az utolsó csoportmeccsén Franciaországgal találkozott. 15 pontos amerikai előnynél az akkor 23 esztendős Carter labdát szerzett az ellenfél térfelén, majd begyújtotta a rakétákat, és nemes egyszerűséggel átrepült a 218 cm magas Frédéric Weiss felett. Ezt a mozdulatsort a francia játékos azóta is csak úgy emlegeti, hogy Le Dunk de Lemo, azaz a halál zsákolása. Az USA nemzeti csapata ezután vesztes meccs nélkül be is húzta az aranyérmet Sydney-ben. Az ötkarikás játékokat követően Vince Carter visszatért akkori NBA csapatához, a Toronto Raptorshoz, és állítólag az edzések után gyakran megkért néhány újoncot, hogy segítsenek neki a gyakorlásban, ugyanis szerette volna megismételni felejthetetlen olimpiai zsákolását. A francia Weisshez hasonló magasságú társakat választott a feladathoz, tehát minden körülmény adott volt, de Carter saját bevallása szerint akárhogy próbálkozott, egyszer sem sikerült lemásolnia Sydney produkcióját. Michael Edwards, 1988 Calgary. Ha Michael Edwards neve sokaknak nem is ugrik be azonnal, elég annyit mondani, hogy Eddie a sas, és így már mindenki tudja, hogy kiről van szó. Edwards finoman szólva sem számított klasszisnak saját sportágában, ám 1988-ban 60 év után ő volt az első, aki téli olimpián brit zászló alatt indult síugrásban, így semmiképp sem maradhatott le a listánkról. Eddie a sas gyermekkora óta arról álmodozott, hogy egyszer hazáját képviseli az ötkarikás játékokon. Több sporttal próbálkozott, ám egyikben sem volt eléggé tehetséges, majd egyfajta kiskapuként rátalált a síugrásra, amelyen Nagy-Britanniában senki nem foglalkozott. Hosszas húzavona után végül sikerült kvalifikálnia magát a Calgary olimpiára, ahol normál, valamint nagy sáncon is versenybe szállt, és mindkét számban utolsó helyen végzett, 10-20 méterre lemaradva a mezőnytől. De legalább új országos rekordokat állított fel. Bár a média gyakran viccelődött a nevével, sokan úgy tartják, hogy ő testesíti meg az olimpia valódi szellemiségét, hiszen egy teljesen amatőr sportolóról beszélünk, aki saját magához mérten próbálta maximumra törekedni, nem törődve az esélyekkel. Edwards életpályája annyira inspiráló, hogy ő volt a 2010-es téli ötkarikás játékok egyik fáklyavivője, majd 2016-ban film is készült róla Teron Egerton főszereplésével. Vincent Zhu, 2018 Pyeongchang. A férfi műkorcsolyában akad néhány rendkívül ritka ugrástípus, amelyre még a legjobbak se vállalkoznak nagy versenyeken, mivel nehézségük miatt túl kockázatosnak számítanak. 2018. február 16-án viszont akadt egy 17 esztendős amerikai fiú, aki nem félt bevetni a lehető legnehezebb gyakorlatot a jégen, és bátorsága végül rekordot eredményezett. Vincent Zhunak ugyanis összejött az, ami előtte még senkinek a téli olimpiák történetében. Ő az első műkorcsolyázó, aki sikeresen végrehajtotta a híres 4-es luccot hibátlan leérkezéssel. Az amerikai korcsolya csapat legfiatalabb tagja végül 6. helyen zárt Pyeongchangban, ezzel az ugrással viszont örökre beírta a nevét a sporttörténelem könyvekbe. Azóta 2019-ben nyert egy VB bronzot is, így kíváncsian várjuk, mire lesz képes a következő téli játékokon. Dick Fosbury, 1968 Mexikóváros. A magasugrás örökre megváltozott 1968. október 20-án, amikor a 21 esztendős Dick Fosbury végrehajtotta ezt a mozdulatsort. Első ránézésre nincs ebben az ugrásban semmi különös azok számára, akik láttak már valaha atlétika versenyt, ám a 60-as évek végén az, hogy valaki háttal vette az akadályt, forradalmi újításnak számított. Az amerikai sportoló előtt ugyanis senki nem próbálkozott ilyennel. A magasugrás már a kezdetek óta szerepel az olimpiai programban, és az évek során folyamatosan változtak a technikák. Mindegyik egy kicsit jobb volt az előzőnél, de olyan hatékony újítást soha senki nem hozott be, mint azt tette Dick Fosbury. A portlandi születésű atléta példaképe Valerie Brumel volt, aki egymás után döntögette a rekordokat a 60-as évek elején, míg az akkor tinédzser Fosbury állítólag egy széket sem tudott átugrani azzal a technikával, amellyel a szovjet fenomén dolgozott. 16 évesen tehát elkezdett kialakítani egy saját módszert, ami végül az 1968-as olimpián sikerre is vezette, és aranyérmet szerzett, illetve új olimpiai rekordot állított fel. A Fosbury Flop néven elhíresült mozdulatsor létrehozásában az oregoni atlétának sokat segítettek mérnöki tanulmányai. Először számításokkal támasztotta alá korszakalkotó ötletét, és csak azután kezdte el tesztelni a gyakorlatban is. Bob Beamon, 1968 Mexikóváros. A legnagyobb siker, amit egy atléta megélhet az, ha az ötkörikes játékokon dönti meg az aktuális világcsúcsot.
és ezt az élmény tovább fokozza, ha az illető több mint fél métert ver az addigi rekorderre. Ez a páratlan teljesítmény Bob Beamon nevéhez fűződik, aki az 1968-as mexikóvárosi játékokon távolugrásban 8 méter 90 centis eredménnyel nyert aranyérmet úgy, hogy az addigi világrekord 8.35 volt. Az olimpiai bajnoki címvédő Lynn Davis állítólag ezután odament a győzteshez, és a gratulációt követően viccesen közölte vele, hogy ezzel az ugrással tulajdonképpen tönkretette az egész versenyt. Beamon nem sokkal a mexikói olimpia után abba hagyta az atlétikát, hiszen draftolta az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokság egyik csapata, a Phoenix Suns. A sportágváltás azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen a klasszis távolugró végül egy NBA meccsen sem lépett pályára. Igaz, már megdöntötték Beamon rekordját, olimpián viszont azóta sem ugrott senki ekkorát. Szerinted sikerülni fog valakinek ezt Tokióban? Írd meg nekünk kommentben, ha nem akarsz lemaradni legújabb tartalmainkról, kíváncsi vagy a magyar csapatra, esetleg ehhez hasonló érdekességekre az olimpiákról, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el megnyomni a harangombot se, hogy első között értesülhess ezekről a videókról.